Október 23-án a polgármesteri hivatalban adták át a megbízó leveleket a hévízi polgármester és képviselőválasztás győzteseinek. Dr. Farkas Sándor, a helyi választási bizottság elnöke, ismertette az önkormányzati választás végeredményét, majd átadta a megbízó leveleket. Kepli József János képviselő elfoglaltsága miatt egy korábbi időpontban vette át megbízó levelét. Köszöntök mindenkit, folytatva a megelőző ünnepség emelkedett hangulatát, sort kerítenénk arra, miután jogerőre emelkedett a választások végeredményét megállapító határozat, hogy átadjuk a megbízó leveleket polgármester úrnak, illetőleg az új képviselőtestület tagjainak, és a magam és a bizottság nevében gratuláljak, engedjék meg, hogy gratuláljak nekik, illetve megköszönjem a választási iroda, jegyző úr és az egész stáb munkáját. A választások úgy gondolom, hogy Hévíz városában törvényesen zajlottak le. Ezt fémjelzi az, hogy tegnapi nappal jogerős lett mindkét határozatunk. Én nem is szeretném tovább szaporítani szót, hanem elsőként Papp Gábor polgármester úrnak, aztán pedig névsor szerint, remélhetőleg úgy rakták elém ezeket a dokumentumokat. Adnám át a megbízó leveleket mindenkinek, azzal, hogy mindenkinek törvényes közhatalomgyakorlást kívánok, jó egészséget és sok sikert hozzá a eljövendő 5 esztendőben. Köszönöm szépen! Gratulálok! Papkának polgármester úrnak! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Fisli István képviselő urnak! Dr. Gerencsére Anitának! Gerencsére János úrnak! Lázár László úrnak. És Naszádos úrnak képviselő úrnak. Köszönöm szépen, ez a bizottságunk befejezte a tevékenységét, és még egyszer köszönöm minden közreműködőnek, aki segítette a munkánkat, és azt, hogy a választások némi várakozás után, de mégiscsak befejeződtek, és jogerősen lezárult ez a folyamat. Köszönöm szépen!